Sok szeretettel köszöntök mindenkit. A szombati játéknapot az E-világbajnokságról az angol válogatott mérkőzésével kezdjük. A két csapatot 3 pont választja el egymástól, ám az első forduló után némileg talán meglepetés, hogy Dél-Koreának van 3 pontja, Angliának pedig még nincsen itt a világbajnokságon. Tegyük hozzá, hogy az angolok viszonylag vállalható vereséget szenvedtek, hiszen Portugáliától kaptak ki ugye 2-1-re. Dél-Korea viszont óriási meglepetésre szongójával 1-0-re legyőzte Svájcot. Úgyhogy jelen pillanatban jobban állnak a dél-koreaiak, úgyhogy nagy rangoló lesz ez mind a két csapat szempontjából. Jöjjenek a himnuszok! Dél-Korea-Anglia tehát a D csoportból, ugye a D csoport mindkét mérkőzését lejátszák a második fordulóból, este jön majd a Portugália-Svájc meccs, közte pedig az E csoportból a Horvátország-Katar találkozó. Ami a dél-koreaiakat illeti, a svájciak ellen győztes gólt szerző Son ismételten ott van a kezdőben, az angoloknál azért pár változás van az előző portugál elleni meccshez képest, a gólszerzőként ott van, ahogyan Sterling és Sancho lesz a két szélső, Walker, Rice, illetve Henderson a középpályán, Chilwell, Maguire, Stones és Alexander Arnold alkotja majd a védelmet, a kapuban pedig Pickford véd természetesen, úgyhogy viszonylag azért megmaradt az a csapat, amely Portugáliától vereséget szenvedett, de hát ma már újabb vereség nem fér bele Angliának, jön a Dél-Korea és Svájc elleni találkozó, ahol a továbbítást még kiharcolhatják az angolok, nyilván nem akarják még egyszer átélni azt, amit 2014-ben, viszont már is egy lövés Dél-Koreától. Pickford rajta volt ugyan, de ez mellé megy, hát az ilyen bemelegítésnek nem volt rossz lövés, a negyedik percben meg volt az első helyzet. Ugye, mint mondtam, ma Dél-Korea-Anglia, ezt követően majd a Horvátország-Katar meccs, és estére pedig a Svájc-Portugália találkozó. Ez tehát a mai programja az E-világbajnokságnak. Son kap megint jó labdát, és ezzel újabb lövőhelyzetben Son! És ez Pickford zsákmánya lett végül, viszont egy újabb dél-koreai helyzet. A koreaiak de még egy ponttal is elégedettek lennének a portugálok elleni meccs előtt, úgyhogy nyilván sokkal kedvezőbb helyzetből várják ezt a visszavágót. Talán a svájciak helyzete a legnehezebb a csoportban, akiknek majd a portugálok és az angolok ellen kéne összeszedni annyi pontot, hogy itt tovább jussanak. Már eleve a sorsoláskor a svájciak csak a harmadik legerősebb csapat volt papíron, amely már ugye nem ér továbbító helyet. Hát egyelőre a papírformát nem ők, hanem a dél-koreaiak borítják jelenállás szerint. Maguire hazagurítja Pickfordnak. A legjobb helyzetben pedig tényleg a portugálok, akik rögtön a legnehezebb ellenfelet letudták a csoportban egy győzelemmel, úgyhogy ők akár már ma tovább juthatnak. Főleg akkor, hogyha Dél-Korea ma meglepetésre megverné Angliát, Portugália pedig Svájcot. Henderson, Stones. Az utolsó fordulóban rendezik a Portugália Dél-Korea meccset és az Anglia Svájcot. Kane, ez pedig Haké. Lepattan a labda, és ez helyzet lehet, Kane viszi, és Kane lövi rá! Mellé ment, a 24. percben meg volt az első angol helyzet. A Portugália ellen is ugye a 40. perc után jutott el csak a portugál kapuig az angol válogatott. Akkor viszont kiharcoltak egy szögletet, ami után Kane ugye gólt tudott szerezni. Már az első fél időben kialakult a 2-1-es végeredmény. Hack megint Ban, ő elveszíti a labdát, Henderson, vonok Hack visszaszerzi. Pyeong, ott kérné Son, de helyette Eljung kapja, Son most van nálam, és aztán Miúnak, mert ez nem jó, Chilwell Maguire-höz. Rice, Sancho, ez jó lehet még, Sancho, jó a labda, Alexander Arnold,
Alexander Arnold, az is jó, még be tudja tenni Sancho, és aztán a lövését védi a kapus. Megvolt az első kaput talált helyzet Angliának. Ez azonban még nincs bent. Lássuk, a szöglet után tudnak olyan megint gólt szerezni az angolok, mint a portugálok ellen. Alexander Arnold csak kicsiben, Rice beemeli. Hoha, öngól! Hát ez milyen gól volt? Megszerzi a vezetést Anglia. Ingujan ki akart ezt szerintem fejelni. Helyette sikerült a saját kapujába találnia. Hát mondhatjuk azt, hogy pontrugás után megint gólt szereznek az angolok, itt Rice beadja. Henderson elő pedig, hát gondolom kapu mellé akarta ezt csúsztatni Young. Hát ebből meg lett egy óriási öngól. Hát elég rossz megoldás, egy eléggé komikus megoldás után szerez vezetést az angol válogatott. Kane helyzetben! Majdnem ott a második. Ugye ez volt az első gól, amit kaptak a dél-koreaiak ezen a VB-n. Mang, jó a passza, Eung. Pyong. Hozza a labdát a dél-koreai. Ez pedig már újra Eungé. Mang. Le tudja tenni Dae-jin Haknak. Ő meg rálövi. Mellé megy. Ez veszélytelen kísérlet volt. Hát vezet Anglia, ezzel ugye megelőzi Dél-Koreát, hiszen az egymás elleni eredmény ugye az angoloknak kedvezi így, és mind a két csapatnak ugye 3-3 pontja van jelen pillanatban. Sterling. Úgyhogy, hogyha Anglia ezt a meccset hozza, és megveri Svájcot is, akkor teljesen mindegy, hogy Dél-Korea mit játszik Portugál élen, az angolok tovább juthatnak, de hát van még egy fél idő. A második játékrész is megkezdődik, tehát Anglia 1-0-ra vezet Young öngóljával Dél-Korea ellen. Jön tehát a folytatás. Sancho. Henderson. Alexander Arnold. Henderson jó labdát kap, és helyzetben Henderson még. Hack, és jó a szerelése. Henderson visszaszerzi azonban, és aztán megrúgja ott a koreai szabadrúgás kifelé. Anglia nem kezdte jól ezt a meccset, hiszen az elején nagyon veszélyeztettek a dél-koreaiak, utána átvették az irányítást, és meg is szerezték egy öngóllal a vezetést. Jött ugye Bálgok most a dél-koreai csapatba, úgyhogy cseréltek a kékmezesek. Jung Yang, aki ugye az öngólt vétette. Viabek. Sterling. Kane. Van Hack megint. Muriongban. Mang. Ez is jó. Eungnak. Vanok Hack. Tartja a labdát Dél-Korea, nem tudják megszerezni az angolok, mondom én. Hát mire ezt kimondtam, lepattant a labda, és Sancho már indítja Kane-t. Az nagy helyzet, Kane veszi át, és lő, ott a második. Remek gólt lőtt Harry Kane, és megvan a második gólja ezzel Angliának, meg Kane-nek is ezen a VB-n. 2-0. Eladták a labdát a dél-koreaiak, megszerezte Anglia. Sancho egyből indította Kane-t, ő belépett a védők elé, és aztán lőtt egy remek gólt. Itt megvan a labda, Sancho. Jó a passz Kane-nek, beviszi a 16-ason belőre, aztán durrantja rá. Nem tudott ezzel mit tenni a kapus. 2-0 Anglia javára. És van maradt még fél órája Dél-Koreának a két gólos hátrány ledolgozására. Eung. Son Heung-min. Son lövése! Pickford! Talán a legveszélyesebb, legnagyobb dél-koreai helyzet volt ez. A Son lövés. Védte azonban Jordan Pickford. Hát többet a labda eddig az angoloknál. De nyilván nem ez a lényeg, hanem az, hogy 2-0-ra vezetnek. Ott a fejes közben. És Pickford kezében végül. Megkigurítja Chilwell. Walker. Sterling. Jól fordult le. Manchester City szélsője. Sancho. A másik manchesteri, csak ő ugye United játékosa. Most már Alexander Arnold. Be középre. Sancho. Az is jó. Még Kane. Walker. Kane kapja vissza és veszi át hosszan, de még ki tudja tenni? Nagy védés lábbal és a kipattanó, azt meg nem tudja berúgni Raheem Sterling. Onyeonon két nagy bravúrt mutatott be, a második volt talán még nagyobb, de hát azért ez azt hiszem majd a legviccesebb jelenetek közé bekerülhet Sterlingtől, hogy ezt hogy sikerült ott kihagyni. Mert itt azért a kapus verve volt a kipattanónál. Óriási angol helyzet maradt ki. Viabek be középre, Pickford. Hát Sterling végképp lezárhatta volna ezt a meccset. Marad azonban a 2-0 Angliának. Bálgok.
Henderson, az is jó, Sancho. Kane indulott, Sancho. Sanchot leszeredi vonak, Hack. Mo. Hack, labdát szereznének az angolok, de nem tudnak. Villabek. És belelövi a saját játékosába. Dobhat Anglia. Hát nem tudom, mennyi ilyen jelenet lesz még ezen a meccsen, mert legalább három ilyen van. Jön egyébként Hugh Noon majd a dél-koreai csapatba. Hát eleve ezt, hogy láthattuk, hogy a beadás az a saját emberéről kiment a dél-koreaiaknak, akkor Sterling kiadott helyzete, Young gólja. Hát ezen a meccsen több viccesebb jelenet volt szerintem, mint izgalmas. Chilwell. Chilwell még. Tény, hogy labdarúgás egy szórakoztató sport, de ez most kicsit más értelmet vetít ez a mérkőzés. Villabek. Henderson. Chilwell. 2 perc lesz a ráadás. Sterling. Hát Sterling kiadott helyzetének ellenére azért ezt a meccset megnyeri Anglia. Méghozzá 2-0-ra, mert ezt a beadást Honyaonon lehúzza, aki azért egy nagy védés bemutatott. De hát ez sem segített Dél-Koreán, egy öngóllal és egy Kane találattal 2-0-ra nyer Anglia, és életben tartja továbbítási reményeit.